Ismét jó estét kívánok! Konkrétan megbeszéljük a múlt heti testületi ülésen történteket, a döntések következményeit és háttereit. Itt van a stúdióban ülésen, szerint Cucor Gergely, Fidesz KDMP és önkormányzati képviselő. Jó estét, kívánok. jó estét kívánok! És Farkas Benedek, BFS önkormányzati képviselő. Jó estét kívánok! Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívást és hajlandóak vitatkozni. Kiemelünk most is három témát, amit mi fontosnak tartunk, bár szerintem ennél sokkal többről fogunk beszélni. Egyrészt, Budaörsnek miért drágább, többet kell fizetni a kék buszok után, mint más településeken? itt lehet különbséget tenni. Ahol nem lehet különbséget tenni, az a temető. Ott a budaörsieknek is ugyanannyit kell fizetni, mint például egy budapestinek, vagy bárki másnak, aki itt szeretné eltemetni halottját. És egyedi támogatást adott az önkormányzat egy társasház felújításához. Hogyan s miért? Ez tehát a három téma, amit kiemeltünk, kezdjük a kékbuszokkal és összekötve a temetővel. Az egyik oldalon tehát lehet különbséget tenni, Budaörs nagyjából kétszer annyit fizet a kék buszok közlekedtetéséért kilométerenként, mint a környező települések, sőt vannak olyan agglomerációs települések, ahol semmit nem fizetnek. Itt tőlünk elvárja a kormány, vagy a volánbusz, vagy ki tudja, hogy kicsoda, hogy kétszer annyit fizessünk. A temetőknél viszont nem lehet mint adni a budaörsieknek, ugyanannyiért temettethet a budaörsi temetőben az, aki budaörsön lakik, mint aki Budapestről jön ide ki, mert mondjuk itt, hogy olcsóbb a temető. Hogy látják ezt a megkülönböztetést? Tudom, kezded vagy kezdjem? Kezdem szívesen. Mm. Szerintem... Ami itt összefűzi ezeket a témákat, és ide lehet hozni még a, ezt a útdíjas, súlyadós kérdést is, hogy, hogy van valami félreértés azzal kapcsolatban, hogy mi az, hogy önkormányzat, meg, meg annak a nem elfogadása a hatalom részéről. Tehát, hogy, hogy igazából minden dőljön el fönt, mi meg itt lent maximum, nem tudom, teljesítsük a központi direktívát, Ugye ez a, ez a buszos téma, ez, ez, ez jelentős részben arról szól, hogy nem vagyunk meghallgatva igazából. Ugye erről jóval korábban még volt olyan, hogy több település összefogott, és volt egy rendes megállapodás a, a fővárossal azóta ennek elvették a lehetőségét, átláthatatlan lett az egész, ugye nem nyilvános, hogy ki mennyit fizet kilométerenként, ugye ez fontos, hogy rögtön rá lehetne vágni, hogy Dát Budajas egy nagyon magas színvonalú szolgáltatást kap közösségi közlekedésben, abszolút így van, csak kilométerenként jön ki ez a többszörös fizetés, tehát hogy, hogyha valakik ugyanannyi buszt kapnának, mint mi, akkor is fel annyit, meg egyed annyit fizetnének, mint mi a jelenlegi árak szerint. Ebben Buda -ös proaktívan próbált már más szerződést ajánlani, egy átlátható rendszert beterjesztettünk, ha úgy tetszik. Ezt éveken keresztül valahogy elfelejtették megtekinteni a minisztériumban, és akkor ebből ugye ez a teljesen fura állapot lett, hogy pár éven keresztül nem fizettünk ezért, és ez megint csak fontos szerintem, hogy, hogy itt nem arról volt szó, hogy itt Budaörs valamit el akar csúnyogni vagy megúszni, hanem mi félre raktuk azt a pénzt, amit sejtettünk, hogy majd végül számon fognak kérni rajtunk, ami most meg is történt. Tehát, hogy Budaörsön igényesen, odafigyelve intézzük a közügyeket, valahogy ez ott a, a, a fentebbi szinteken. Nem jön össze, és felejtik el, meg, meg ilyesmi. És akkor most ilyen teljesen fura módon, ilyen, ahogy ez szokott lenni, hogy Lázár János valamikor lázálmot kap, nem tudom, és eszébe jut valami éjszaka, és akkor másnap küld egy levelet, hogy két napotok van aláírni valamit, szólt, hogy akkor most rácok kéne 400 millió, különben mindennek vége van. Ugye nem is fogalmazta meg egyértelműen a fenyegetés, csak hogy a, a kedvezményes díszabás megszűnik, ami ugye nem is tudjuk mi jelent, meg mi a kedvezményes, meg egyáltalán. Kénytelen volt annak érdekében a, a polgármester úr ezt elfogadni, és aztán a testület is, hogy, hogy működjön a, a helyi közlekedés, de de fenntartjuk a jogot arra, hogy ezt mi szeretnénk újra tárgyalni mindenképp. Tehát, hogy ez, ez teljesen abszurd ez a helyzet. Hát ugye itt az a helyzet, hogy bemegyek a boltba, ha én akarok zsömlét venni, akkor két forint, ha valaki más akarja venni, akkor négy forint vagy fordítva. Ebben nincs politika, hogy vagy kikőlgi a város, és akkor járnak a buszok, de akkor nem marad fejlesztésre pénz, vagy nem kőlgi ki, és akkor majd óránként egy busz megy. Mi, mi másképp látjuk inkább sokkal, inkább az a megközelítési mód, hogy nem kell szídni a boltust. Tehát az a fajta hozzáállás, hogy én bemegyek és ócsálom a terméket, majd utána, mikor összevesztem vele, utána azt mondom, hát bocsánat, akkor mégis igényt tartok rá. Tehát ezt kéne elkerülni, és most nem akarom képviselőt megbántani, de hát évek óta várjuk pont az ilyenfajta beszélgetésekbe a polgármesterület, és nem nagyon látjuk. Tehát, hogy megbecsülöm, meg örülök, hogy itt van a a BFE képviseletében farkas képviselő, de hogy polgármesterül nem ül le az ilyen beszélgetésekre, vitákra, pedig ott szembesíthetnénk azokkal a Dolgok, hogy ez egy elhúzódó régi történet, ez nem most kezdődött, ez nem Lázár Jánoshoz vagy a, a Fidesz kormányzathoz kötődő konfliktus. <coughs> Miről is van itt szó? Már a régi világban, tehát amikor még a budősek emlékeznek rá a régi 240-es, meg a, tudom, a régi 40-esek jártak, még a klasszikus formájú buszok, akkor is ugye többlet szolgáltatás címén a város hozzárult ezeknek a buszoknak a, a közlekedéséhez, akkor még ugye Demszki által vezetett fővárosi BKV világ volt, tehát akkor is költségbe került nekünk az, hogy, hogy sűrített módon vettük igénybe ezeket a, a, a buszjáratokat. Ez most is így van, tehát azért Budaösnek a, a, jelenlegi struktúrája, és itt van a hiba egyébként szerintem a rendszerben, és az a 31 évnek a bűne, amit polgármester úrnak a regnálása eredményezett, hogy nem gondoltuk át, hogy ezt lehetne másképpen is csinálni. Tehát még mindig a, a hagyományos, 80-as évek óta bevett struktúrát követjük holott, és ebben szerintem a farkas képviselő meg fog erősíteni, az egész világ már elment, tehát a, a kötött tömegközlekedésre kellene már fókuszálnunk. Ezt mindig hangsúlyozom, hogy ott van egy kiváló lehetőség a, a vonatnak, illetve a hévnek a, a, a története, amit meg kellett volna lépnünk az elmúlt 30 évben, ha egy olyan polgármester van Budőrs élén, aki a kompromisszumokat keres, aki a megoldásban érdekelt, és nem abban, hogy megrázza a csöngőt, és azt mondja, hogy gonosz a kormány, gonosz az, akivel ülök tárgyalni, majd utána, amikor megtörtént a konfliktus, el tudja mondani azt a város számára, hogy egy függetlenségért harcoló ember, de aztán a végén mindig behúzza a fülét, farkát, és aláírja a szerződést, mert hogy nem akarja elveszíteni nyilván a, a szolgáltatást, amit, amit ebben az esetben Budőrs igénybe vesz. Tehát, hogy ezt kellene inkább értelmezni, és nem, nem mindig keresni azt, hogy a, a gonosz kormány miatt van ez a, a felállás. Visszatérve a másik kérdésre, amit ugye itt a temető... Bocsánat, mi a temetőre díazása... átérünk. Tehát ön azt mondja, hogy ha a polgármester másként viszonyulna a kormányhoz, akkor például az egyes fővonalon sűrűbben közlekednének a személyvonatok. Hát most az egyes fővonalon is az van, hogy azért kell felújítás, mert 40 évig nem nyújtak hozzá. Arról már tényleg nem a Tamás tehet, hogy mondjuk Tatabányánál hogy újítják fel a vágányokat. Na de 31 éve meg volt lehetőség rá, hogy ez befolyásolja. Tehát azért ő a polgármester, is már 32 éve lesz, tehát meg megvoltak a lehetősége, hogy ezeket a jelzéseket, impulzusokat betegye, hogy a közlekedést átszervez, hogy összefogjon a környező településekkel, és azt mondja, a függetlenül milyen oldal, vagy milyen színezető kormány, hogy mi elkötelezettek vagyunk a vasútnak a, a fejlesztésében, és ezt kérjük inkább, és nem a BKK-nak a szolgáltatásait, meg a volánbusznak a szolgáltatásait akarjuk fősofolni. Hát a budaörsiek tegyék a kezükre. Én reggelente, amikor megpróbálok felszállni ezekre a járművekre, van, hogy egy-két járatot is el kell engedjek, még így, így sűrített módban. Nem félek fel sem a 80 sem a a 40-es buszra, tehát a korán reggeli csúcsidőben. Tehát nem ez a megoldás, mert az embereknek be kell jutni a munkákra, és ugye most jelenleg Budapestre ö, ö, szorultunk a Szentbekiskának a felújítása miatt, de hogy, hogyha ezt egyébként a, a vasút felé történne, tehát észak dél irányú lenne a, a városnak a, a mozgatása, és onnét a vasútról hordanánk be az embereket, egész másképp tudnánk ezekkel a, a pénzekkel bánni. Tehát spórolnánk is, meg az embereknek is az ideje, ideje és az idegállapota is pozitív lenne. Ez a 31 évnek az elmulasztott ö, ö, problémája? Hát itt, ki, na, na szerintem nem állnak annyira erős lábon itt az állítások. Az egyik, hogy volt ö, egységesebb rendszer a díjszabásban, ö, ezt ezt az átszervezés után ö, bomlott fel, valamikor ö, 2013 vagy ilyesmi ö, ö, környékén, és akkor jelentek meg ezek a különbségek, és azóta folyamatosan. Hol több, hol kevesebb szomszédos település szövetségessel küzdünk azért, hogy ez egy átláthatóbb rendszer legyen. A kötött pályás közlekedésnek a számon kérése az meg, az meg tényleg nekem elég fura, mert, mert ez egy olyan dolog, amiben abszolút proaktíva a városháza. Kifejezetten szeretnénk, hogy kötött pályás közlekedés legyen Vitinghoff Tamás számtalan fórumon vett részt ezzel, ezzel kapcsolatban még a 2019-es önkormányzati választások előtt is volt erre célzott lobbizás több induló és hivatalban lévő polgármesterrel még korábban pláne, például van egy a, a bme nek a kötődő karával, tehát a műszaki egyetemmel kidolgozott vasúti koncepció, amit Budaörs kérésére dolgoztak ki, hogy hogy lehetne ezt megoldani, de hát nincs olyan város Magyarországon, aminek a költségvetésében nem tudom, vasúti fejlesztésre lenne pénz, vagy bármilyen lehetőség, hiszen ez semmi közünk, ugye egy teljesen monopól helyzetben van a, a MÁV, ami egy, egyébként is egy probléma ebben az országban, de megint csak nem olyan, amit önkormányzati szinten lehetne megoldani. És ott van maga a, 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 a metró is, ugye, amit, amit mi mindig is azt szerettünk volna, hogyha ha, kijebb jön, kormánypártól függetlenül, tehát ö, színezettől függetlenül ö, ö, jó lenne, hogyha kiebb jönne a metró, valószínűleg felszínen egyébként, ha meg nem, akkor meg a vasút, és egyébként, hogy megint csak, hogy ebben abszolút ö, proaktívak is voltunk, meg partnerek is voltunk, amíg ö, volt itt egy rövid időszak, hogy ö, Vitézi Dávid közlekedési államtitkár volt, meg, meg volt ez a Budaörs fejlesztési központ, Budapest meg, fejlesztési központ, vagy Buda, bocsánat, igen, ezt a, ezt a szót kerestem, igen, meg valami nemzeti infrastruktúra fejlesztő, mind a kettőt elég gyorsan megszüntették, de amíg ezek működtek, addig abszolút színvonalas szakmai terveket dolgoztak ki arra, hogy déli körvasút, és hogy jön ide, és hogy valahol ott a nagyáruházak környékén lenne egy új vasút megálló. ez ugye Pár évig ez egy reális tervnek tűnt, pár évvel ezelőtt, egy-két évvel ezelőtt még. És, és ezek meglepően konstruktív egyeztetések voltak, hiszen a közlekedési szakma, Vitézi Dávid közül, körül is azt a tervet támogatta, amit mi is ugyancsak a közlekedési szakmával hozakodtunk elő vele. Szóval itt inkább arról van szó, hogy valamiért, nem tudom például, autópályát hihetetlenül szeret építeni ez a kormány a korábbi kormányok is inkább azt szerettek építeni egyébként, de vasutat meg nem, ami pedig egyébként sokkal jobb lenne minden szempontból. Két és az, az egyik az, hogy a tervek nem lettek kis dobva, tehát én úgy tudom, hogy ezek működő, elfogadott projektek, ami a kormányzatnak a, a homlokán terében van, tehát remélem, hogy ez idővel, hogyha a gazdasági <coughs> erőforrások erre rendelkezés állnak, akkor meg fognak valósulni. Ez egyik állítás. A másik, ami viszont a, Polgármester úrnak az együttműködő képessége, vagy készségéről negatív világ, hogy két éve, vagy tavaly betettük föl pont egy bizottsági tárgyaláson, ahol bejött az előteresztés elénk, hogy mi kilépünk a társulásból, mert nem, nem szolidálisak velünk azok a települések, akikkel együtt igénybe veszük a volánbusznak a szolgáltatásait. És ott föltettem a kezemet, hogy mennyivel lesz jobb nekünk az érdekérvényesítő képességünk egyedül harcolni valami ellen, vagy egyedül konzultálni valami mellett, mint hogyha benne vagyunk egy társulásban. Azt mondták, hogy, hogy egyszerűen nem, nem, voltak ö, nyitottak arra, arra a fajta megközelítés, ami budai elővezetett ebbe a közösségbe. Én azt mondtam, hogy a közösségből kiszállni nem jobb és egyedül küzdeni ezekért a célokért. Jobb, hogyha benne maradunk ebbe a társulásba. Én nem tudom, hogy azóta egyébként változott volna ez a világ, de ott már jeleztem, hogy ez szerintem nem jó, hogyha mi egy olyan közösségnek a részeseként nem tudunk eredményt felmutatni, mert inkább veszekszünk még a közösségen belül is, mint hogy önállóan próbálnánk meg a saját érdekeinket érvényesíteni, konszenzusra törekedve a, a kormányzattal. Hát mindegy, most leszögezhetjük, hogy a BKV buszok, amik most már hát nem BKV buszok, ne. mondjuk, hogy a kék buszok változatlanul közlekednek, a város jobban belenyúl a zsebébe, a jövőt pedig majd meglátjuk. Amit még nem sikerült megcsinálni az elmúlt időben, ez pedig a Farkaséti úti pagonyovoda. Most első Nekifutásban az önkormányzat oldaláról olvasnék a képviselőtestületi ülésen történtek összefoglalója. Átcsoport is döntöttek a Pagonyovoda fejlesztése kapcsán. A fejlesztés elindításához még mindig várja az önkormányzat az illetékes miniszter válaszát. Vittinkov Tamás jelezte, hogy másfél éves csúszás keletkezett, amiatt, hogy az illetékes minisztérium átszervezések miatt késedelmesen dönt. Ugye itt arról van szó, hogy pályázati pénzt nyert az önkormányzat arra, hogy gyakorlatilag egy új óvodát építsen a Farkaséti úton, telkeket is vásárolt már az önkormányzat, de hónapok vagy most már évek óta csúszik a beruházás elkezdése nem a saját korábbi felkonfiaimat, amiket itt a Budaörsi Televízióban mondtam, ezeket szeretném felolvasni, nem lesz hosszabb egy percnél. 2004-ben a következőket mondtam. A tető beázik, a közműhálózat előregedett és rossz a szigetelés, most leginkább ez a jellemzi a Farkaséti úti hatos számú óvodára. A 70-es évek végén könnyűszerkezetes technológiával épült kisdedó volt, a 90-es évek elején egyszer már felújították, de csak részlegesen, teljesen rekonstruálni kellene. A következő 2006. Egyre többen laknak Budaörsön, a több lakoshoz pedig több kiszolgáló létesítmény kell. Ráadásul az ideköltözők többségek középkorú, így egyre nagyobb az igény az óvodákra és az iskolákra. A helyzetet pedig nehezíti, hogy a farkaséti úti óvoda bontásra szorul. És akkor itt hosszasan beszélgetjük azt, hogy épül egy új óvoda, akkor épült ugye a holtfény óvoda, és hogy a holtfény óvodában az volt az elsődleges terv, hogy majd oda költözik a farkashéti úti óvoda, a farkaséti úti óvoda helyén pedig épül egy új. Aztán még egy utolsó idézet 2008 Ból. Testületi ülésen döntöttek arról, hogy az épülő, ó, az épülő óvoda új intézmény lesz. Eddig arról volt, hogy oda költözik a Farkaséti úti óvi, annak az épületét ugyanis le kell bontani, de a bontás késik. Hát azóta megint elkésett vagy 11 néhány évet. Szóval még mindig itt szenvedünk, hogy mi lesz a Farkaséti úti óvodával. Mi lesz vele? Ha, ha megengedi, képviselő úr, azért kezdeném, mert mint korábban érintett területért felelős önkormányzati képviselő, részesen voltam annak a sikerprojektnek, amikor még a Fideszes önkormányzati képviselő, az a mi közösségünk volt többségben, 2010-14 között, akkor épült a Mátyás Király utca sarkán, a Farkasréti út sarkán található új óvoda ö, intézménye, amely óvoda egyébként úgy lett megtervezve pont, hogyha lesz ráforrásunk, akkor a Farkasréti Pagonynak a, tehát ilyen legyező szerűen a másik oldala ö, abba került volna bele. És már ott is voltak ilyen tervek, hogy esetleg az újonnan létrejövő épületbe átköltözik a pagony, és akkor újat, újat létesítünk a helyszínen. De mindig az volt az örömteli tehertétel a városnak, hogy magas volt a születési gyermekszám, tehát folyamatos nyomás, sőt, ugye mindig föl kellett emeljük a törvényi maximumra, a százalékokban talán a, a kedves tévénézők is részesei voltak, vagy szülőként, vagy nagyszülőként, hogy bő erős nagy csoportokat indítottak az összes óvodai férőhegy gyakorlatilag be volt töltve, még afölött is voltak a, a gyermekek. Ez Most az látszik egyébként a adatokból, hogy most nincs ez a fajta nyomás, tehát hogy az a létszám, amit most ki tudunk szolgálni városként, ez úgy elegendőnek tűnik. Most ez a, nem tudom, tehát ugye nyilván benne van az is, hogy kevesebben jönnek be illegálisan, vagy nem tudom, ugye ebben mindig volt polemizálás, hogy mennyi az a, az intézményben járó gyermek, aki egyébként nem úgy lakik, de lakcímkártyája ide szól. Most talán szerintem ez már kevésbé égető probléma. De visszatérve magára az óvodára, tehát ez nem kérdés, hogy <kül> szeretnénk és jó lenne, hogyha maga az intézmény, átépülhetne, vagy egy korszerű létesítmény kerülhetne oda. Valóban a környéknek a telkeit úgy próbált az önkormányzat nagyon helyesen egyébként kezelni, hogy minél nagyobb alapterületen születhessen meg majd az új intézmény. Még akik emlékeznek rá ott a Farkasi út környékén, akik felnőttek, azok tudhatják, hogy ott volt egy, egy focipálya, vagy ilyen kézilabdapálya, amit még én is gyerekként rengeteget játszottam, ez hiányzik is egyébként. Amikor a, a Mátyás király utcában létrejött az oboda, akkor volt is egy ilyen fél ígéret a hivatalnak, ezt én próbáltam kivenni a, 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 talán a Vágó Csabától, a kabinetezetű úrtól, hogy ha megjön majd a lehetőség arra, hogy bővüljünk, akkor ne felejtsük el, hogy ott volt vala a sportpálya, hogy a, a helyi fiatalok vissza tudjanak menni. Tehát egy mint száz jó lenne, hogyha ez az aláírás minél megtörténne. Ugye a költségek is elszaladtak azóta, tehát ugye másfél éve, hogy mennyit, mennyit várunk. Tehát biztos, hogy kell majd revideálni a testületnek a döntését. Ugye ebbe konszenzus szokott lenni, tehát minden olyan intézményfejlesztés, ami a gyermekeknek, meg a családoknak a javára szolgál, ott nem szoktunk ebből problémát csinálni, meg nem azt keressük, hogy hogy lehet a, a projektet még drágábbá vagy elgáncsolni, hanem ebben megszokott lenni a, a konszenzus, és hál' Istennek egyébként a, városnak a bevételei lehetővé teszik, hogy ezeket az intézményeket tudjuk fejleszteni és bővíteni. Ugye idén is voltak ilyen jellegű beruházások, hanem is új intézmény, de, de mindenképpen a karbantartás meg a megszépülés egyében. Úgyhogy hajrá, hajrá, az lenne jó, hogyha minden előbb elkezdődhetnének ott a munkálatok. Igen, szerintem itt nagy vita nem lesz köztünk. Én magam is a Budapest Fejlődésért Egyesület csoporton belül is azt szoktam képviselni, hogy ami gyerekekbe, fiatalokba való befektetés, azt azt mindenképp hozzuk a, az egyéb dolgok elé. Ö, és, és valóban, tehát, hogy több nagyon fontos részletet elmondott a képviselőtársam, hogy hogy általában megakadályozta a gyerekek örömteli magas száma azt, hogy könnyen át lehessen, át lehessen logisztikázni gyerekeket. Azért nem annyit talán fontos hozzátenni, hogy a fogonyolodál állapotára semmiképp sem büszke az önkormányzat. Tehát szerintem ez, tehát, hogy itt hibás lenne azt mondani, hogy, hogy minden rendben van. De hogy egyébként nem egy, nem tudom, gyermekek fogadására alkalmatlan állapotú épületről van szó. Tehát azért minden évben mindig annyira azért rendben volt hozva, hogy, hogy rendben legyen, és, és ne, nem tudom, egy szégyenfoltja legyen a városnak. De ettől még nagyon is ráférne, már csak azért is, hogy teljesen úgy legyen, mert akkor nem kéne minden évben befoltozgatni azokat a lukakat, meg, meg ilyesmi. Kiváló lenne, hogyha a minisztériumban megtalálnák azt a tollat, amivel alá kell írni. Ö, egyre kisebb hányadát ö, fogja fedezni ez a 800 millió a, ki, a, az összköltségnek, kivéve persze, hogy ha valami fantasztikus változás történik az építőiparban, és elkezdenek esetleg lefele menni az árak. Az mondjuk nagy eséllyel azt jelenti, hogy akkor az egész országban bajban van a gazdaság. Reméljük, ilyen nem lesz, illetve hát bajban van, de talán annyira nagy bajban nem lesz. Ö, úgyhogy ö, szerintem ö, drukkolunk, sajnos most már ott tartunk, a, hogy, hogy valószínűleg ö, egy jó másfélszor annyit akár még hozzá kell majd tenni, ezt már egyáltalán nem lesz magától értetődő előteremteni én szeretném, hogyha erre képesek lennénk, szerintem az egész testület szeretné, hogyha erre képesek lennénk. A mai műsor elején is ezt kérdeztem a kékbuszok kapcsán, hogy nincs ebben politika? Hát másfél év alatt biztos, hogy alá lehet írni egy ilyen támogatási szerződést, ha megnyerte egyébként a 800 millió forintot a település. Ha nem akarják aláírni, az már szándék kérdése. Másfél évről beszélünk. Nem, tehát nem akarok visszaélni ezzel az információ, de tudom, hogy más településeken is csúsznak a projektek. Ebben részben volt egy, egyfajta megfontoltság, mert volt egy, egy nagy érdelem, hogyha még emlékeznek a kedves tévénézők, hogy a tavaly, amikor az energiárak meg egyebek elszabadultak, akkor azért megijedt a kormányzat is, hogy szabad-e kihelyezni azokat az összeket, amiket megnyertek a szereplők. Most már eljutottunk oda, hogy igen, szabad, csak még az ütemezése, meg a megfelelő ember, aki ezt, ezért a felelősséget felvállalja, nyilván ez már a helyén van, ott ül a széken, én bízom benne, hogy ez mi hamarabb bekövetkezik, mert hogy egyébként a projekt indokolt, a gyerekeknek valóban kell, a maga az épület annyi idős, mint én vagyok, mert 78 as ha jól emlékszem, és a lévai, otcai óvodával egy időben született, ha jól emlékszem. Én jártam bent ott többször is nem gyerekként, hanem felnőttként. Én se tartom annyira ördögte az ottani világot. Szerintem jó volt gyermeknek lenni, még az igazgató asszony szerintem el tudja fogadni ezt a világot, amit fogad. De nyilván egy 21. századi intézményben nagyobb kedvel fognak bemenni az emberek. Még egy dologról mindenképpen beszéljünk, ez pedig az, hogy egyedi támogatást ad az önkormányzatai társasház felújításához. A testületi ülésen végül is úgy döntöttek, hogy a szükséges összeg felét odaadják kvázi ajándékként, tehát vissza nem térítendő támogatásként, a másik felét pedig visszatérítendő támogatásként. Az ember kérdezheti, hogy de miért? Hát számtalan házat fel lehetne és fel kellene újítani Budaörsön, most miért adnak ennek a háznak pénzt, és miért nem adnak más háznak? Igen, szerintem ö... Ez egy po pont annyira érdekes ügy, hogy mondjuk egy önkormányzati képviselőtestület ülése még valamennyire talán érdekesnek számít. Uh, ugye arról van szó, hogy ez a kincskereső óvoda mellett van, ugye? Uh, és a uh, fejemben ilyen összekeveredik, hogy csicsergő, vagy de ez a kincskereső óvoda mellett van, így van és és azt az épületet a ugye az önkormányzat épületét veszélyezteti ennek a háznak az állapota ugye ez még önmagában nem feltétlenül indokolja mert ha a rossz irányba visszük el, ugye lehetne ez egy kicsit ilyen, ilyen maffia érzés, hogy de szép óvodád van, milyen kár lenne, hogyha ráborulna a házunk. Nyilván ugye a lakók sem szeretnék, hogyha ráborulna a házuk. És egyébként itt egy olyan házról van szó, ami úgy tudom, hogy önkormányzati tulajdon volt korábban, nem a leggazdagabb polgárai laknak ott Budaörsnek, úgyhogy ők nem feltétlenül engedhetik meg magukat, meg maguknak, bocsánat, hogy, 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 hogy rendbe hozzák. Úgyhogy itt szerintem egy közös érdek van, a lakóknak is érdeke, az önkormányzatnak is érdeke. Mi szeretnénk, hogyha olyan országban élnénk, ahol tudnak magukról gondoskodni az emberek, és felelősséget tudnak vállalni az ingatlanjukért. Ugye van is biztosítás, szerencsére az valamennyire ezt fedezni fogja. Kilenc háztartás van ott, úgy tudom, és köztük fog eloszlani ez az összeg, valamivel több mint egy millió forint, ha jól tudom. Úgyhogy. Szerintem ez nem lesz megfizethetetlen, és akkor legalább itt az is ott van mellette, hogy, hogy nem teremtünk egy olyan rossz precedenst, hogy ugye az egészet vállalja a Városháza, mert az ö, valahonnan nézve felelőtlen lenne. Igen, tehát ebben részben volt egyfajta belső vita, ott az ügykezelés kapcsán Löffler Dávid képviselőtársam kérdezett rá arra a helyzetre, hogyha a polgármester úrnak ilyen plusz információja van, ami elhangzott a, a testületi ülésen, és emiatt kéri, hogy a bizottsági ülésen egyhangúan elfogadott döntés módosítsa a testület. hogy ott arról volt szó az eredeti előteresztésben, amit elfogadtunk a bizottsági ülésen, hogy a teljes összeget fizesse ki a város. Ugye mi szólt emellett, és akkor nem felbíztatni akarjuk a házakat hogy innentől kezdve ilyen ügykezelés legyen, hogy ez egy óvoda, ahol egy vihar miatt károkozás történt, amiről senki nem tehet, tehát egy havária, és nem szeretnék, hogy ez megismétlődjön, tehát viszonylag prompt gyors megoldást kellett találni a helyzetre. Ugye a, a, Dávid ezt kifogásolta, hogy miért nem jött be polgármester úr a bizottságon, és miért nem ott mondta el ezeket az érveket, ami aztán a módosításra okot adó tényező volt, hogy gyakorlatilag feleztük a, az így kifizetendő költségeket, és a másik felé pedig a házra hárítottuk. De hogy visszatérve az alap problémára, itt gyorsan kellett dönteni az én értelmezésem, tehát amit a bizottságülésen meghallhattunk ebből az információból, és mivel ez egy óvoda, ahol gyerekek vannak, itt nem mérlegeli az ember, hanem, hanem megnyomja az igent, és hogy minél előbb történjen meg az esetleges veszélyforrásnak az elhárítása. Ez jó információ volt, ami pluszként bejött, hogy valóban a biztosító ezt nyilván át lehet testálni, de hát ott is még abból lesz valami, tehát szerintem ennek is szólt, Ismervén a, a magyar közállapotokat, hogy mindig a, a felelős az a legnehezen megtalálható, de az önkormányzatnak meg e, mégiscsak a, a veszélyelhárítás az elsődleges, konkrét ebben a helyzetben feladata, ezért lett ez a döntés. Tehát nem akarjuk felbiztatni a társaságokat, hogy innentől kezdve minden problémát az önkormányzatba hozzanak be, de ennél a helyzetnél a saját óvodánknak az épsége és adott ott dolgozó, illetve levő gyerekeknek a és kollégáknak az életvédelmét kellett megoldani, nem volt kérdés, hogy akkor ezt megszavazzuk. De ebben van egy érdekes kezdeményezés. Dönthetne úgy a képviselőtestület, hogy évi 50, 100, 150, 200 millió forintot visszatérítendő támogatásként ad a társasházaknak. Vagyis a pénz az visszajönne az önkormányzathoz egy 2 3 4 5 év múlva, amilyen futamidőre odaadják, de mégis felújításokat segítenének ezzel, nem kellene bankhitelt felvenniük a társasházaknak. Erre nem gondoltak még? Hát szerintem abszolút gondoltunk. A, a, a Panel Program az az egész országban egy, egy pionír kezdeményezés volt. Ugye olyan szinten elébe szaladt az önkormányzat, hogy, hogy még a... Mert ugye úgy tudom, hogy az lett volna ott az eredeti elgondolás, hogy, hogy egyharmad állam, egyharmad lakók, egyharmad önkormányzat, vagy valamelyik harmad az EU. Nem, Én nem akkor nem nem még nem általános nem. iskolába jártam. Igen, köszönöm. Tehát a lényeg az, hogy tehát, hogy ebbe Budaios, tehát hogy akkor két kétharmadot vállalt ebből, és aztán fokozatosan visszafizették az egyharmad rá költséget. Tehát hogy nálunk ugye egy csodálatos felújított lakótelep van, azon kívül pedig azért viszonylag kevés társasház van a nagy részük pedig elég új építésű. Ettől még elég sok olyan pályázat volt, hogy energetikai korszerűsítés, és napelem ilyesmi dolgok, most szerintem ezek kicsit kifogytunk ebből, Ja, bocsánat, ilyen kazán és kémény ilyesmi dolgok is voltak. Hogy mondjam ez olyan, hogy hát persze, nagyon sok mindenre lehetne 150, meg 50, meg 200, meg akár 100 millió forintot költeni, akkor valami másra nem jutna. Egyáltalán nem akarok demagóg lenni, de ugye ez mondjuk hasonló összeg az, amit például évente az iskolai alapítványoknak adunk. Tehát, hogy ez, ez egy olyan nagyságrend, és hogy ezt nem feltétlenül könnyű megtalálni a költségvetésben, most épp nem erre költünk, de én, én remélem, hogy a jövőben fogunk tudni erre is. Hogy mennyire egybecseng, amit képviselőtársam mond, ugye mi pont ilyen előterjesztésekkel szoktunk fellépni a költségvetésnek a tárgyalásánál hogy dicséretes és tényleg szép, jó állapotban vannak a, a, lakótelepi házak, legalábbis külsőre ránézve. Van még ott is azért olyan ház, ami nincs befejezve, tehát érdemes végig és megnézni, hogy még ott van keresni valója a közösségre, az önkormányzatnak. De ugyanakkor ennek a lehetősége, ami ilyen társasági felújítás, és segítjük az energetikai korszerűsítést, ez korábban, amikor mi voltunk még többségben, akkor az óvárosra is ki volt terjesztve. nem arról volt, hogy csak a lakótelep, hanem akkor az óváros is volt egy olyan költségvetési sor, amiben az óvárosi házak is adott esetben, hogyha nem volt olyan lehetőségük, akkor tudtak igényelni támogatást, vagy akár ilyen 0%-os hitelprojektben kölcsönt az önkormányzattól. Mi ezt beszoktuk hozni, volt rá többször példa, hogy ezt odaírtuk jó javaslatként, ha nem is nagy összeggel, de legalább a, a lehetőségét biztosítani az óvárosban élőknek, és ezeket rendre leszavazta a BFS többség, tehát nem nagyon vették figyelembe, hogy a többi javaslatunkat se. Tehát, hogyha van farkasképviselődésről erre nyitottság, akkor szerintem vissza kell térni erre, amikor majd következő évi költségvetés tárgyaljuk, és akkor ne felejtsük el ezt a... Nem vittam, mert igazából konszertus Nem, van, egyetértünk. Hogy lehessen ne csak a lakótelepen, ami jó dolog, tehát én éltem a lakótelepen 23 évig, tehát tudom, hogy szükség van rá, de az óvárosban is, ahol meg kevésbé van ilyen lehetőség, ezeket igénybe venni, ezeket a támogatásokat. Igen. Csak egy záró gondolatot erre hadd mondjak, hogy szerintem ebben tényleg egyetértünk, csak hadd ismételjem meg azt, hogy, hogy nagyon sok mindenre mondhatnánk azt, hogy arra kéne még ilyen-olyan összeg. Ö, és azért nehéz ö, priorizálni, meg a, tehát hogy ennél jóval nagyobb összeg az, amiben nem tudjuk, hogy az adott évben mennyivel fog emelkedni például a szolidaritási hozzájárulás, csak hogy ebben a műsorban is elhangozzon ez, ez újra. Tehát, hogy, hogy azért nem könnyű megtervezni a budajosi költségvetést, azért szerencsére egész jól szokott ö, sikerülni, és én tényleg őszintén remélem, hogy a jövőben fogunk tudni kiírni ilyen pályázatokat. Én javaslom mindjárt, hogy a tanácsadóknak a számát meg az összegét csökkentsük le, és akkor meg is találtuk a forrást. Mi megközelítőleg sem visznek el ennyi pénzt Még egy dologról hadd kérdezem önöket, úgy döntöttek, hogy lesz közösségi kert. Évek óta szó van erről, kijelöltek már területet, akkor ott mégis kiderült, hogy az nem jó. Szó volt róla, hogy ez üzemelteti, vagy az üzemelteti. Most egy egyesület üzemelteti majd. A képviselőtestület elé került előterjesztésben még az is szerepel, hogy mágneskártyás beléptető rendszert épít majd ki, és hogy különböző parcellákat alakít ki. Lesz kisebb, meg nagyobb kert, aki kevesebben akar kertészkedni, vagy aki nagyobb területen akar kertészkedni. Miért egy egyesületre bízták? Miért most született meg ez a döntés? Szóval mi van -e? Mögött, mert a testületi ülésen egyszerűen csak gombot nyomtak és megszavazták. Ha, ha szabad, mert elolvastam magát az előterjesztést, és ö, ö, talán a képviselőtársam is focizott az ies a felső pályáján. Én még jártam oda, nem vagyok rá büszke, de Szilva, vagy nem tudom, mi termett a kerítés túloldalán. Tehát amikor átpattant a labda, ott még szilváztunk, vagy nem tudom, milyen gyümölcsöket. Tehát, tehát ennek az a része, hogyha a a maguk elé képzelik, akkor az IES Gyula Gimnázium fölött van egy viszonylag nagy úgynevezett fejlesztési terület, ezt mindig is úgy gondolta a város rá, hogyha az iskolának szüksége lesz esetleg bővülésre, akkor ezen a telken fog tudni ö, 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 növekedni. Aztán volt egy, egy csel, amit bemutatott a BFS többség két évvel ezelőtt, amikor kiírtak rá pályázatot, hogy kvázi, hogyha valamelyik nagy befektető szeretne ott esetleg valamit, akkor megkérdették eladásra. Én úgy tudom, kéllel, úgy, tudom. Tud, úgy tudom, hogy nem érkezett ott pályázat, Igen. és ilyen szempontból legördültek nagy, nem tudom, és súlyok a, a, lelkemről is, mert hogy az I. Gyulának ne szűkítsük be a fejlesztési területet, tehát ezt, ezt oltalmazzuk meg. És erre nagyon passzol ez a egyébként kiváló kezdeményezés. Számos olyan várost tudok, de Budapesten is vannak olyan kerületek, ahol ezek a közösségi kertek írtó jó közösséget hoznak létre. Szenzációs kezdeményezés. Ugye ha emlékeznek rám, és nem akarok nagyon történész, vagy tanárként, de hogy a kertművelés Magyarországon mindig is magas szinten állt, és szerintem benne van az emberekben ez a vágy arra, hogy kertészkedjenek. És hogy el is hangzott a testületülésen, hogy kifejezetten a lakótelepen élőknek is meg fogják nyitni ezt a lehetőséget. És ami, ami miatt szerintem ez sikerre ítélt történet, hogy nem az önkormányzat, nem a képviselők jön. mondták meg, hogy hol jöjjön létre, ki szervezesz, hanem a helyiek fogtak össze. Tehát ezek szerint van, nem tudom, hogy pontosan hogy, hogy hívják ezt az Egyesületet aki azt mondta, hogy van egy ötletünk, és mi lenne, ha. És ez az önkormányzat hozzá el, ha jól tudom, 5 millió forint a folyó támogatni ezt a projektet. Én kívánom, hogy ne ez legyen az utolsó ilyen projekt, hanem ennek a sikerén fölbuzdulva Budajosan több civil szervezet is esetleg kapaszkodjon össze, hívja meg a környék lakóit. Ez egy remek, remek világ, mert ugye egy közösség tud épülni, akik aztán nem csak a kertet fogják művelni, hanem a saját környezetükre is felelősségteljesebben fognak tekinteni, és ez a városnak a javára van. Így van. Tehát, hogy szerintem itt még filozófiailag is van egyetértés közöttünk a, a képviselő úrral. Annyit azért korrigálnék, hogy amikor felmerült az, hogy ezt a területet esetleg értékesítenénk, akkor arra merült fel, hogy konkrétan oktatási célzattal, amire sejtettük, hogy nem lesz jelentkező, de hát ha, és hogy miért? Hát azért, mert ugye az állam részéről már nem merül fel lényegében oktatási fejlesztés. Ugye a Buda a sokkal többet költ minden évben az iskolákra, mint a fenntartó, aki hát most valami olyan összeget sikerült kiszámolni, hogy 12 vagy 18 millió forintot költött el összesen, amit hát egy iskolába is többet kellett volna csak az állagmegóvásra. Mindegy, ez egy másik téma. A közösségi kert azt szerintem pontosan egyetértünk, tehát az, hogyha valami civil szerveződésként alulról jövő létesül, akkor annak sokkal jobb esé esélye van a túlélésre, sokkal jobb esélye van arra, hogy jól fog megszerveződni, mint hogyha fölülről valaki megmondja, hogy itt már pedig ez lesz, ott már pedig az lesz. Ráadásul egyébként az I- kertjében van már erre példa, tehát hogy a igazgató igazgató nőnek ez a projektje, amennyire én tudom, talán még nem is volt igazgató, amikor ebbe belevágtak hogy, hogy az ilyes kertjében is a diákoknak egy ilyen tankertszerűség van, és hogy mellette meg egy budörsi közösség kert legyen, szerintem ez egy nagyon szép dolog, és ráadásul a közösségi kertek azok tipikusan ilyen területek szoktak lenni önkormányzatoknál, amit úgymond ideiglenesen két ö, hasznosítási helyzet között, tehát hogy még mindig hiszünk benne, hogy esetleg egyszer ott még akár további gimnáziumi épület, vagy bármi lehet, de addig is, miért ne használnánk valami hasznosra? Pont ilyen helyen kell közösségi kertet csinálni. Tényleg bátorítok mindenkit, hogy hasonló bátor és jó ötletekkel keresse meg az önkormányzatot És akkor jelenleg annyit lehet róla tudni, hogy az Egyesületet kell majd keresni, vagy kiír egy pályázatot, jelentkezni lehet, hogy akkor akik kertészkednének, azok adják be a jelentkezést, és valami alapon majd eldöntik, hogy kik jogosultak majd ott kertészkedni, és kik nem. De akkor ez az Egyesület hatásköre lesz. Ö, igen, én na nagyon tehát hogy. A a abban biztos, hogy lesz ráhatásunk, hogy ez nem tudom, ne legyen majd diszkriminatív, vagy nem tudom, de hogy ilyen, ilyenben én nem, nem, is feltételeznék ilyet. Én nagyon remélem, hogy majd a budőrsi sajtónak ez egy ez része lesz, tehát majd a tévé, a lapok, a stb. helyszíni riport, stb. és akkor majd megtudják az emberek, hogy pontosan hogy működik, még a pontos részleteket mi nem tudjuk. Én hát, Ittől óvnám magunkat, hogy mi ne szóljunk majd bele önkormányzatként ennek a működésébe. Nyilván az 5 millió forintot el kell majd számoljanak feltétlenül, tehát, tehát körbekerítik, meg nem tudom vízözzetéknek a képítése, gondolom ilyenekre sor fog kerülni, de remek az ötletén, én azt, azt vélemezem, hogy akik ezt kitalálták, ezt végig gondolták, hogy hogy fog ez működni, és még egyszer mondom, rengeteg pozitív példa van, tehát nem kell kitalálni most a spanyol viaszt, azokat kell átmásolni, levenni, és ott is lesz majd nyilván rotáció, tehát nem, nem az van, hogyha én idén nem jutottam be paradicsom palántát ültetnek, a jövőre visszatérhetek esetleg. Tehát, hogy ez le a kalappal, hajrá, hajrá, minél több ilyet. Hát sok mindenben egyetértettek, sok mindenben van vita önök között, de hát ez így természetes. Köszönöm szépen, hogy eljöttek és megbeszélhettük a és fontosabb döntéseit. És köszönjük. Éj, és nagyon szépen köszönöm. A nézőknek pedig köszönjük a figyelmet, viszontlátásra.